tartomására közlekedő zónázó vonat indul a harmadik vágányról. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai önműködően záródnak. Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásnál. Komáromig közlekedő személyvonat érkezik a hatodik vágányra. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Budapest déli pályaudvartól Komáromig közlekedő személyvonat érkezik a hatodik vágányra. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Kék hullám, sebes vonat érkezik Tapolcáról az ötödik vágányra. A vonat tovább közlekedik Budapest déli pályaudvarra. A vonatra gyors vonati kút egy váltása kötelező. Felhívjuk kerékpáros utasai figyelmét, hogy a vonattal nagy felfogadó képességű kerékpárszállító kocsit közlekedik. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Kék hullám, sebes vonat érkezik Tapolcáról az ötödik vágányra. A vonat tovább közlekedik Budapest déli pályaudvarra. A vonatra gyors vonati kút egy váltása kötelező. Felhívjuk kerékpáros utasai figyelmét, hogy a vonattal nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsit közlekedik. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Sebes vonat érkezik Tapolcáról az ötödik. Gyors vonat indul Győrön át Szombathelyre, közvetlen kocsikkal Zalaegerszegre a 15. vágányról. A gyors vonat Celldömöl ki, csak Bicske, Tataványa, Tata, Komárom, Ács, Nagyszent János, Győr Szent Iván, Győr Gyárváros, Győr, Győr Szabadhegy, Gyömöre tér, Szerecseny, Vaszar és Pápa állomásokon áll meg. A Szombathelyre közlekedő vonatrész, illetve a Zalaegerszegre közlekedő vonatrész Celldömöltől minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük, hogy a felszállás befejezése után a személykocsik ajtajai csukják be. A vonat nyitott kocsi ajtókkal nem indítható.